Oktatók és tanulók a gyakorlati képzésben ezeken a felvételeken, azonban nem lehet mindenki oktató, aki művel egy szakmát. Ezt törvényi előírás határozza meg. Éppen ezért indít képzést szeptembertől a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, mondja a szervezet munkatársa. Az alap, ez a kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga, mely alapján egy tanúsítványt kapnak, ez egy hatósági képzés, egy jogszabály alapján megvalósuló képzés, melynek a belépési feltétele az, hogy gyakorlatilag középfokú képzettséggel kell rendelkezni, gyakorlatilag szakmunkás bizonyítvánnyal, vagy technikusi oklevéllel, vagy egy középszintű OK-s bizonyítvánnyal, akinek ez megvan, és van 5 éves szakirányú szakmai tapasztalata, ők jelentkezhetnek hozzánk, Baranya vármegyében a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarához, de a többi vármegyében nyilván a területileg illetékes gazdasági kamarához. Így részesülhet a képzésben, amit a helyileg illetékes gazdasági kamarák szerveznek. Ez a képzés egy 50 órás tanfolyam tulajdonképpen, mely 2 részből áll. Van egy elméleti 25 órás képzési rész, amelyben kommunikációs, szociálpszichológiai, pedagógiai és gyakorlatilag ilyen szakképzési adminisztrációs ismeretek azok, amelyben elméleti képzést kapnak az itt résztvevők. Gyakorlatilag a jogszabályok alapján hogyan működik egyáltalán a szakképzés, a szakképzési rendszer, hogyan kell a diákokkal foglalkozni, mi az a pedagógia, mi az a didaktika, milyen kommunikáció, stb. Pszichológiai alapok. És gyakorlatilag ezt lezárja egy online vizsga. Ehhez jön egy második rész, ahol további ismereteket sajátíthatnak el, amik a gyakorlati oktatásban, de a mindennapokban is segíthet a szakembereknek. A második rész pedig egy érzelmi intelligencia tréning, amely arra szolgál, hogy a különböző élethelyzetekben, a duális képzőhelyen hogyan kell a fiatalokkal bánni, kommunikálni, terelni őket, segíteni őket, de egyébként olyan gyakorlati ismereteket nyújt ez a tréning a résztvevők számára, amelyeket az élet bármely területén tudnak használni és alkalmazni. Nagyon jók a visszajelzéseink, most már évek óta, hogy csináljuk ezeket a tréningeket, kiváló trénereink vannak és kiváló oktatóink vannak, én azt gondolom. Évente mintegy 100 gyakorlati oktató kerül ki így. A képzés díjának csak egy kis részét kell a jelentkezőknek fizetniük. Baranya vármegyében olyan 130 fő új oktatási feladatokat is ellátó szakember az, aki itt a kamarán keresztül kiképződik. Gyakorlatilag a gyakorlati oktatókat bármilyen középfokú, legalább középfokú végzettséggel befogadjuk, és állami támogatást is tudunk biztosítani nyilván egy bizonyos mértékig vagy létszámig. A következő csoportunk a szeptember közepén fog indulni, gyakorlatilag durván 23 ezer forint, az állam gyakorlatilag a 90%-át kifizeti ennek a képzésnek. A képzés összesen 6 napos, ezt 2-3 napos turnusban végzik el a jelentkezők. Pilcsek László azt mondja, minden szakmaterületről várják a jelentkezőket, akik szeretnének majd részt venni a fiatalok gyakorlati képzésében a jövőben. Részletes információkat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara honlapján kaphatnak az érdeklődők.